Ha én Nemzeti Park igazgató lennék itt, vagy másutt, de itthon, és eddig is Nemzeti Park igazgató lettem volna, akkor tudom azt, hogy ahhoz, hogy a oda, ahol én Nemzeti Park igazgató vagyok, eljönnek az emberek, és megnézik az őzikét, a vaddisznót, meg megnézik a madarakat. A Vörösbegyet, meg minden mást, ami ott van a, abban a Nemzeti Parkban, ahol én Nemzeti Park igazgató lennék. Ha én Nemzeti Park igazgató lennék, akkor mivel azt szeretném, hogy minél többen jöjjenek el oda hozzám, megnézném, hogy hol vagyok Nemzeti Park igazgató. Mert hogy ott élnek mások is, és ö, beszélnék azokkal, akik ott voltak, akik emlékeznek azokra, akik amikor ott voltak, azoknak a szülei vagy nagypapái lehettek, vagy egyáltalán abban a környezetben, Például milyen állatok vannak még, mert ahol én nemzeti igazgató lennék parkba, nemzeti park igazgató, ott biztos, hogy olyan állatok is vannak, ami nem a vaddisznó, nem az őzike, meg esetleg például a ház körül vannak. És akkor én, ha lenne annyi zsebpénzem, mint nemzeti park igazgató, csinálnék egy olyan részt is, ahol ott vannak ezek a kisállatok, meg kis növények. Például azért, mert ha én nemzeti park lennék, és amikor jönnek a vadászok is, vagy nem jönnek úgy hivatalosan, de jönnek, mert jönni kell, mert turizmus van, és akkor azt kell mondani, hogy akkor most ők lelövik ezt, vagy azt a vadat, ugye az pénzbe kerül, ráadásul kell utánpótlást létrehozni. De ez egy fogyóeszköz, ilyen értelme. Na most, hogyha én nemzeti parkigazgató lennék, és csinálnék olyan kis parkot is, ahol ott vannak azok, a amiket nem kell előni, hanem meg kell nézni családcentrikusan, vagy több generációsan, akkor lenne egy plusz újra termelődés, tehát másodlagos felhasználásban is gondolkoznék én, ha nemzeti park igazgató lennék. De nem vagyok az.